Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képeket is. Ezúttal két képet láttam. Az elsőn volt alul egy szőnyeg, e felett egy lemez és egy bot. Tulajdonképpen én úgy éreztem, ez olyan, minthogyha ezzel tisztítanánk ezt a szőnyeget. A második képen volt egy levél, egy fehér papír, és fekete tintával így át volt húzva valami, de nem sorjában, hanem hol itt, hol ott, és én úgy értelmeztem a képeket, hogy valamit kellene tisztázni, bizonyos szavakat eltávolítani. Ez lehet egy dokumentum, ahol fölöslegesen vannak ott a szavak, de azt is jelenthetik a képek, hogy vigyázz a szavaidra, hogy mit, hogyan közölsz másokkal, bizonyos szavakat, mondatokat ki kell törölni ebből a levélből. Hogy értelmezed te a képeket? Leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! Ez az üzenet általános, de én tudom, hogy úgy van, hogy nincsenek véletlenek, tehát ha ide találtál, akkor ez az üzenet valamit közöl számodra is. Viszont ha szeretnél kérni egy személyes üzenetet, ezt is megkaphatod. A díjam az 4000 forint. E-mailen keresztül az üzenet megrendelhető. És most kinyitom a Bibliát, kíváncsi vagyok, hogy mi az aktuális a mai üzenet. A közeljövőben lesz egy utazás, lesz mozgás. Én ehhez hozzáfűzném azt, hogy lehet, hogy valaki meglátogat téged, külföldről jön. Van egy férfi körülötted, aki beszélni akar veled. Megbízhatsz a szavaiban. Most sok a dolgod, vagy vannak feladatok, tarts ki, 7 napon belül majd könnyebb lesz minden. Ha beszélsz másokkal, ne magyarázkodj, így tudsz uralkodni a helyzeten. Most olyan vagy, mint egy csillag. Megvan a fényed, és mások dicsérni fognak téged.
És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!